Néhány hónapja került dr. Ágaúj Nadima 60-i kórházba, és akkor alig volt forgalom a szülészeti osztályon, azóta ez 3-4-szeresére nőtt, mondta el híradónknak az osztályvezető főorvos. A jó együttműködés a vezetőséggel azt eredményezte, hogy több új eszközt sikerült beszereznie az osztálynak. Egy méhtükrözéstől kezdve a hastükrözés műszereket, EKG, úgynevezett APPM, 24 órás vérnyomás mérő monitorokat, NST-ket, tehát magzati észlelő műszereket, tehát nagyon-nagyon sok mindent szereztek, ami megkönnyíti a munkákat, és természetesen a beteg érdekét, egészségét, biztonságát szolgálja. A műszerek vételezésén kívül több változás is történt az osztályon, a korábbi 2 nap helyett minden nap működik terhes gondozás a szakrendelőben, amely össze lett vonva a nőgyógyászati ambulanciával. A non-stress teszt vizsgálatot is áttették a szakrendelőbe, mert a főorvos szerint ez nem volt való egy műtétes osztály keretein belülre. A szakrendelő mellett különítettünk egy külön helyiséget, ahol a terhesek jól érzik magat, tudnak leülni, beszélgetni, és ugyanakkor elvégezzük azt a bizonyos non-stressz tesztet, vizsgálatot, vérnyomással, vizelettel, teljesen jó körülmények között. A beteg nekik is jobb, és nem kell várniuk, és időre vannak berendelve, fél óránként, úgyhogy ez az ellátás is teljes mértékben szolgálja a terhes, az anyukák érdekeit. A főorvos érkezése előtt volt olyan részleg, ahol egyetlen beteg se volt hétvégén, most hetek óta olyan nagy a forgalom, hogy más osztály segítségét kell kérni, így körülbelül egy hónapja több, mint 100%-os a betegforgalom.